Köszöntöm Önöket, becsengettek az ország általános és középiskoláiba. Mai vendégünk a Karcagi Általános Iskolai Központ igazgatónője Ecsedi Irén, szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Igazgatónő, hogyan indult a tanév, mikor volt, vagy voltak az évnyitó ünnepségek a központi általános iskolában? Hát a tanév a jogszabályoknak megfelelően, a kiadott tanévrendjének megfelelően szeptember 3-án indult, és minden tagiskola szeptember 3-án reggel 8 órakor tanévnyitó ünnepségen várta a kedves tanítványokat és szülőket. Aki gondolom lelkesen érkeztek az iskolákban, főleg az első osztályosok. Tavaly volt az első év, amikor a három iskola együtt dolgozott, a Kiskulcsosi, a Györfi István és a Kovács Mihály Általános Iskola egyesült. Hogyan látják, hogyha átgondolják az elmúlt évet, akkor hogyan sikerült ez az egyesülés, ha így visszagondol rá? Igen, a 2011-2012-es tanév nagyon nagy változást hozott a karcagi iskolák életében, ugye megalakult a Karcagi Általános Iskolai Központ. Ez nagy változás volt, úgy a pedagógusok, a tanulók és a szülők életében is, hiszen egy új szervezethez, egy új szerkezethez, nagyobb létszámú osztályokhoz, áttanításhoz kellett alkalmazkodni minden résztvevőnek, minden partnernek, és mindezek mellett ugye biztosítani kellett a gazdaságos működését az iskolának. Nagyon nagy odafigyelést igényelt az együttműködés a pedagógusok között, és az iskola vezetés részéről pedig ugye a feladatmegosztás nagyon nagy odafigyelést igényelt, valamint a tevékenységek összehangolása. Azt mondanám így most, hogy sikeres tanévet zártunk, tehát a változások nem okoztak különösebb nagy gondot iskolánk életében. Ezen alkalommal szeretnék tehát néhány olyan eredményt kiemelni, amivel bizonyíthatjuk azt, hogy a nagy közösség eredményesen dolgozott, és ha koncentrálódnak az erők, akkor igenis szép eredményeket lehet elérni. Tehát akkor el lehet azt mondanunk, hogy nagy volt az összefogás, az összetartás, nem voltak különbségek a tagiskolák között, hanem együttműködve egy szinten próbálták elvégezni a feladatokat a három tagiskolában. Igen, a kollégák mindent megtettek annak érdekében, hogy egyforma követelmények, egyforma szempontok alapján végezzék munkájukat, szempontrendszer alapján végezzék munkájukat. A pedagógusoknak nehéz volt-e megszokni azt, hogy nem mindig ugyanazon a kapun, ugyanazon az ajtón mennek be a reggeli órákba, hanem hol a Kovácsba mentek tanítani, hol a Györfibe. Nehéz volt-e így megismerkedni, mert ugye nem mindig ugyanazokba az osztályokba tanítottak, hanem gyakorlatilag háromszor annyi gyereket kellett gyakorlatilag megismerniük. Beszélgettek erről annak idején? Igen, hát ugye sok kolléga áttanított, van kolléganő, aki mindhárom tagiskolában tanított, tehát három tagiskola tanulóit kellett megismerjen, és úgy végezze munkáját. Én szerintem inkább én pozitívnak mondanám ezt az áttanítást. Talán a távolság az Kiskulcsosra, hogy egy kicsit elvette a kedvüket az elején, de megismerve az ottani körülményeket, tanulókat, pedagógus kollégákat, örömmel végezték munkájukat. Szerették ezt az áttanítást. Beszéljünk egy picit a tavalyi év eredményeiről. Elballagtak a nyolcadikosok. Hány nyolcadikos ballagott el? Milyen tanulmányi eredményeket értek el? Igen, nagyon szép eredményeket értek el tanulóink. Néhány számot szeretnék mondani, hogy mindenki jobban belelásson az iskola életében.
1050 tanulónk volt a tanév kezdetén. Hát tanév közben lecsökkent a tanulói létszám 1040-re elköltözések, átiratkozások miatt. Az 1040 tanuló közül a tanulók negyede kitűnő és jeles eredménnyel végzett. Gratulálunk. 209 tanuló kitűnő eredményt, és 79 tanuló pedig jeles eredményt ért el. Én is úgy gondolom, hogy ez azért szép eredmény. Köszönet érte tanulóknak, pedagógusoknak és minden dolgozónak egyaránt. 2361 szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói dicséretet adtunk az elért eredmények, valamint a tanulók, tanórai és tanórán kívüli tevékenységeik eredményes, sikeres tevékenységeik. Ez nagyon szép, gyakorlatilag akkor, ha úgy számoljuk, akkor egy gyermekre két dicséret jutott. Igen. Hát persze ez nem így van, csak hogyha így vesszük, ez akkor Igen. nagyon szép eredmény. Az iskolánk tanulmányi átlaga az 4,10 volt, tehát ha úgy vesszük, hogy a 4-es az a jó, az 5-ös meg a jeles, akkor azt mondjuk, hogy jó és jeles eredmény között ti eredményeink vannak. A továbbtanulókkal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy 153 nyolcadikos tanuló végezte el a 8 osztályt, és jelentkezett a legkülönbözőbb típusú középiskolába. A 153 tanuló közül 99 fő maradt Karcagon. Ha egy más elosztást is nézzünk a továbbtanulási indikátorok alapján, azt mondom, hogy gimnáziumba jelentkezett 60, vagy gimnáziumba vettek fel 66 fő, szakközépiskolába 55 tanuló ment, és szakiskolába pedig 32 tanuló. Mely területeken jeleskedtek a diákok, hogyha nem tudom, hogy van-e ilyen statisztikájuk, hogy a természettudományok, vagy inkább a humán területen, tehát hol értek el, gondolom voltak versenyeken gyerekek, hol értek el nagy eredményeket? Én azt mondanám, hogy nem tudunk vonalat húzni az egyes területek közé, hiszen minden területen jeleskedtek tanulóink, hiszen angol nyelvből gyönyörű eredményt értek el a Györf István Dagiskola tanulói, hiszen nyolcadikos tanulók nyelvvizsga bizonyítvánnyal mennek a középiskolába, tehát már nem lesz gondjuk a nyelvvizsgával, hiszen nem könnyű, mindenki tudja, úgy a középiskolások, mint a felnőttek is, hogy azért egy nyelvvizsga megszerzés az nem könnyű feladat, és ezúton is gratulálok azok a tanulóknak, akik ilyen kitartóan dolgoztak, és képesek voltak angol nyelvből nyelvvizsgát tenni, és az iskola közössége most a jövőben is azon fog munkálkodni, hogy minél több tanulót érje ez a szép meglepetés eredmény. Tehetségpontként is működnek mely területeken? Hát a Kovács Mihály Tagiskola egy előbbi pályázat keretében ugye tehetségpont lett, és az iskolák, miután megalakult a Karcagi Általános Iskolai Központ, további feladatként határoztuk meg, hogy az iskola tehetségpontként működik tovább, Lévainé Kovács Rózsika kolléganő vezetésével, és hiszen ez feladat a pályázat fenntartása érdekében is, valamint nagyon fontos területe az iskolának, hiszen minden pedagógus feladata a tehetséggondozás, és kolléganőim, kollégáim sokat is tesznek azért, hogy felismerjék a tehetségeket, és külön is odafigyeljenek rájuk, foglalkozzanak velük. Tehetségkörök működtek az iskolában, amelyeket nagyon kedveltek a tanulók, szülők egyaránt, érdekesek voltak, és sok szép eredményt értek el. A pedagógusok részére nagyon sok előadást szerveztek tehetséggondozás területén,
valamint bemutató foglalkozásokat, meghívott vendégekkel, és hát ugye a versenyekről nem is beszélve, szinte minden napra jutott egy verseny, úgyhogy felsorolásokat most ezt mellőzném. Milyen pályázatokon vettek részt az elmúlt tanévben, az elmúlt időszakban? A minden megkezdett pályázatot folytattunk, és sikeresen zárult 2012. júniusában a TÁMOV pályázat, amelyen két évig vettek részt a kollégák, és hárman szakvizsgált, a többiek öten pedig újabb szakot szereztek a TÁMOV keretében, olyan területeken, amelyekre az iskolának nagy szüksége van. Itt kiemelném a mérés értékelést, hiszen az iskola egyik nagy feladata, hogy mérés értékelés ellenőrzési rendszerét kialakítsa, és most gondolom, hogy vagyis meggyőződésem, hogy ezt jobban ez csak előnyökre válik elvégezni. Ha jól tudom, akkor részt vettek a Határtalanul programban is. Ez hogyan zárult, merre jártak? Mindhárom tagiskola sikeresen pályázott a Határtalanul pályázati programba, és a hetedikes tanulók látogattak el magyar lakta határon túli területekre. A Vajdaságban voltak, Bácskosútfalván is környékén, a Felvidéken voltak, Szepsi és környékén, és Kárpátalján. Nagyon sok élménnyel tértek haza tanulóink. Csak azt sajnáljuk, hogy erre a tanévre kiírt pályázaton nem volt olyan sikeres, mint a tavalyi. Az iskola vezetése, tanítói gárdája hogyan működik együtt a diák önkormányzatokkal, a szülői munkaközösségekkel, illetve az alapítványokkal? Milyen a kapcsolatuk? Miben vannak egymás segítségére? Minden tagiskola mellett ugye működnek az alapítványok, a diáksportegyesületek, a diák önkormányzatok és a szülői közösségek. Minden szervezettől nagyon nagy segítséget kaptunk a tanév folyamán. Az együttműködésünk jó volt, mindenki arra törekedett, szülők, pedagógusok egyaránt, hogy fejlődjön, tovább fejlődjön az együttműködés. Sok segítséget kaptunk a rendezvények szervezésében, a versenyek lebonyolításában. Hát anyagi támogatást is sokat, melyet ezúton is köszönünk, és szeretnénk, ha ez a jövőben is úgy lenne. Igazgatónő, hogyan telt a nyári szünet? Volt-e pihenés, vagy inkább munka? Sokszor láttam itt a központnál igazgatónőt, hogy megérkezik a nyáron is. Volt esetleg, hogy a tanárok összefogtak, ugye régebben lehetett olyat hallani, hogy padokat festettek, termet festettek, felújításokat végeztek, történt-e valami hasonló a nyáron? Nagyon gyorsan eltelt a nyár, de azt mondanám, hogy nyugis volt ez a nyár, mert erőnket gyűjtöttük az elkövetkezendő feladatokra. Az ügyeletet egész nyáron biztosítottuk, tehát minden olyan problémát, amelyekkel a szülők vagy kollégák hozzánk fordultak, meg tudtuk oldani, az irodákban folyamatos volt az ügyelet. Most a kollégák nem meszeltek, meg nem festettek padokat, de nagyon nagy összefogással a technikai dolgozók megoldották az iskola előkészületi munkálatokat, tisztasági meszeléseket, a javításokat, padok javítását, ablakok javítását, és úgy gondolom, hogy igen, folyamatosan karban tartottuk az iskola környékét, és úgy gondolom, hogy megfelelő körülmények között kezdhették meg a tanulást a 2012-13-as tanévet. A nyári napközi hogyan telt? Ha jól tudom, akkor önök adtak otthont a városi nyári, vagy nyári városi, nem tudom, hogy most milyennek a pontos neve, napközinek. Sok gyermek volt-e?
Igen, fenntartótól azt a feladatot kaptuk, hogy mi szervezzük meg a nyári napközit. 50 tanuló jelentkezett a nyári napközibe, közülük természetesen nem minden nap 50-en voltak, de olyan 25-30 tanuló jelent meg naponta a nyári napköziben. Nagyon szerettek itt lenni a gyermekek, kollégáim sokféle foglalkozást biztosítottak számukra, sokfele jártak, hát a nagy melegség ellenére, nagy hőség ellenére jól érezték magukat, pozitív visszajelzéseket kaptunk a nyári napközi munkájáról. A Györfi István tagiskola 3 tábort is szervezett, melyeken sok tanuló vett részt, és sok-sok élménnyel tértek vissza a nyári táborból. A Balatonnál volt egy csoport, Aktelek környékén volt egy csoport, és a júniusban, a tanév befejezése után egy csoport erdélyi iskolai programban vett részt Szolnokon. Szolnokon. Igazgatónő, az idei tanévre vonatkozóan hány első osztály indult a összevont iskolákban, milyen tanulói létszámokkal? A 2012-13-as tanévben ugye áprilisban megtörténtek a beiratkozások. 5 első osztály indult az iskolában, 2 a Györfi tagiskolában, 2 a Kovács Mihály tagiskolában, és 1 első osztály a Kiskulcsosi tagiskolában. 131 tanuló iratkozott be az első osztályba. Tehát sajnálatos módon azt mondanám, hogy egy kicsit a létszámunk tovább csökkent. Reméljük, hogy ez a jövőben nem fog nagyon csökkenni, hanem egyre több gyerkőc fog születni, nevelkedni, és akkor visszaáll a régi rend. Reméljük, igen. A dolgozói létszámot tekintve, tehát most a tanárokra gondolok, ott történt-e bármiféle változás, mentek el tanárok, jöttek-e helyettük újak? A pedagógus álláshelyek száma nem változott. 120 az összálláshelyünk száma, melyből 90 pedagógus álláshely, a többi pedig a irodai technikai dolgozók. Nem változott, egy kolléganő elment a nyár folyamán, 3 kolléganő nyugdíjba vonul, felmentésüket töltik, és egy kolléganő érkezett pályázat útján. Az elmúlt évhez képest, ugye elmondta igazgatónő, hogy áttanítások voltak egyik iskolából a másikba. Volt-e valami, vagy van-e valami olyan, amit nem úgy csinálnak, mint az előző tanévben? Tehát kellett-e valamin változtatni? Jelen van-e még ez a jelenség, hogy áttanítanak az iskolákba a tanárok? Hát ugye egy teljesen új ruhába fog öltözni a közoktatási rendszer. Erről lehet hallani, meg tudjuk, folyamatosan jelennek meg a jogszabályok, és teljesen megváltozik az iskola élete. Ebben a tanévben olyan nagyon nagy változás nem történik, ugye, mert bár életbe lépett a köznevelési törvény 2012. szeptember 1-én, de a legtöbb rendelkezése csak folyamatosan lép hatályba, 2013. január 1-től, 2013. szeptember 1-től, vagy 2014-ben. Tehát ebben a tanévben még a hagyományos módon folytatjuk az iskolai munkánkat, ugyanazzal a tantervvel, tanmenettel dolgozunk, mint az eddigiek folyamán, ugyanúgy lesz emelt szintű oktatás angolból, matematikából, testnevelésből a tagiskolákban. A változás majd 2013. szeptember 1-től lesz. De ahhoz, hogy 2013. szeptember 1-től ugye mi is a kihívásoknak megfeleljünk, ezért nagyon sok munkánk lesz ebben a tanévben. 2012. decemberig átnézzük pedagógiai programunkat, átírjuk pedagógiai programunkat, minden tagiskola megfogalmazza a jövőképét, a jogszabályoknak megfelelően
az SMS-ünket is átfogalmazzuk, a házi rendet és az intézményi minőségirányítási programot. Nagyon-nagyon sok feladat vár ránk, és nem fogunk unatkozni ebben a tanévben. Ami újdonság ugye az iskola életében, hogy 2012. szeptember 1-én bevezetésre került az 5 testnevelési óra. Ezt akartam kérdezni, hogy mi a helyzet a mindennapos testnevelés órával. Első és ötödik osztályokban, és ez majd folytatódik felmenőrendszerben, a következő tanévben, az egész alsó tagozaton, és a felmenőrendszerben, a hatodik osztályban. Uh-huh. Tehát ebben a tanévben csak az első és ötödik osztályban. Mi tanórai keretben megvalósítjuk az 5 testnevelés órát, és hát különösebb gondot én ezt azt akartam mondanám, kérdezni, hogy van-e lázongás a gyermekek között? Mondjuk nem az első osztályban, mert ők még ugye szeretnek ugrabugrálni, ötödikbe, hogy hát nekünk miért van 5 testnevelés óránk, a hatodikosoknak miért nincs? Szerintem különösebb gondot nem okoz, a gyerekek örülnek, szeretik a testnevelés órákat, de a tantárgyfelosztásban sem okozott különösebb gondot, hogy most 2 évfolyamon 3 helyet 5 testnevelés órát iktassunk be. Gondolom, akkor a egy szakmai picit változatosabbá teszik majd a szakmai feltételek órákat. Adottak minden területen, ebben a tanévben is 100%-os a szakos ellátottság. Ami újdonság, még talán a Györf István tagiskolában említeném meg, hogy most először felmenőrendszerben bevezetjük az iskola otthonos oktatást. Ez tehát mit az jelent? Egyik a első évfolyamon az első a 2 első osztály, igen, közül az egyik iskola otthonos, a másik pedig napközis osztály. Az iskola otthonos osztály már régóta működik Karcagon, a Kiskulcsosi tagiskolában már csak iskola otthon van, a Kovács Mihály tagiskolában pedig párhuzamosan működik az iskola otthonos és a napközis osztályok. Aki nem tudja, mit jelent az, hogy iskola otthonos? Az iskola otthonos az azt jelenti, hogy minden gyermek 8-tól 4 óráig az iskolában van, és a tanórai foglalkozások, matematika, magyar, és így tovább, ezek egyenletesen el vannak osztva délelőtt és a délután folyamán. Uh-huh. Tehát, ha kezd a tanuló egy magyar órával, mondjuk reggel 9-től magyar órája van, anyanyelvi órája van, akkor a következő órában a tanítónénivel napközis foglalkozás keretében megcsinálják a házi feladatot tanítónéni segítségével és önálló tanulással. Uh-huh. Tehát megfelelő szakmai segítséget kap a tanuló a másnapi felkészüléshez. Táskájukat nem viszik haza, tehát minden tanulmányi követelménynek az iskolában tesznek eleget, és én úgy gondolom, hogy nagy terhet veszünk le a szülők válláról. Jó, szülők válláról leveszik a terhet, de a gyerkőcöknek nem fárasztó az, hogy gyakorlatilag egész nap tanulnak? Tehát, hogyha jól értem, akkor délután is van még órájuk. Tehát egy óra, egy napközi, egy óra, tehát így kell ezt elképzelni? Igen, de a napközis foglalkozásokban ugye sok szabadidős tevékenység van. Tehát formailag, meg tartalmilag azonos ez a napközivel, csak itt ugyanaz a tanító nénivel tanulja meg az anyagot. Lehet arról is, vagy lehetett már arról is hallani, hogy esetleg, tehát már érlelődik a gondolat, hogy bevezetik, vagy visszahozzák az iskola köpenyeket az iskolákba. Igazgatónőnek erről mi a véleménye? Mi még iskola köpenybe jártunk. Hát, hogyha a saját véleményemet mondom, a saját véleményemet mondom, én azt mondom, hogy az semmi rosszat nem fog okozni a tanulók körében. Sőt, ha végignézzünk egyes tanulókon, azt mondanám, hogy igenis, be kell vezetni a köpenyt. Milyen programterveik vannak erre az évre? Vagy erre a tanévre? Hát, mint már az előbb is említettem, a hagyományos módon megyünk tovább. Tanév elején vagyunk, véglegesítettük a tantárgyfelosztást, elkészültek az órarendek, az osztályok megalakultak,
a napközis csoportok, az iskolaotthonos osztályok, és minden tagiskolában megvannak a hagyományos rendezvények, ugye iskolai ünnepségek, úgy a nemzeti ünnepek alkalmával, valamint a karácsonyi, Mikulás, alapítványi bálok, kiskulcsosi napok, Györfi napok, Kovács Mihály napok, a sok versenyfelkészítések, iskolai rendezvények alsó-felső tagozaton. Nem sokára elkezdjük az iskola bemutatását azok tanulók részére, akik a jövőben lesznek első osztályosok. Iskolakóstoló foglalkozásokra hívjuk sok szeretettel az elsős gyermekeket. Tovább működnek az alapítványok, a diákönkormányzatok színes programokkal várják a tanulókat. És részt veszünk úgy, mint az eddigi évek folyamán, és igyekszünk részt venni minden városi rendezvényen, amit a könyvtár, a Dériné, a sportközpont szervez. Hát úgy látom akkor, igazgatónő, hogy nem unatkoznak, van program, van feladat bőven erre a tanévre is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, sikeres évet, jó munkát kívánunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.